Hello faszikák, ez egy rendhagyó videó lesz. Hogyan készítsünk vacsorát 4 perc alatt? Van ez a fasza, nem reklámozok amúgy senkit, de ezt most vettem és kibaszott kurva finom. Ez az Activé Fiber Shake. Ez csokis banános ízű. A doboz kurva jól néz ki egyébként. Tehát nagyon-nagyon dizájnos és nagyon elegáns. Van benne egy fiókszerű kis dobozka, amiben 8 darab tasakot találunk. Ez most egy csokis banános lesz. Ennek az elkészítéséhez nem kell más. Bármilyen séker nyilván jó hozzá, de én vettem egy ilyen rozsdamentes acél sékert, amit szintén az Activé árul. Megmondom őszintén, azért vettem ilyet, mert nem műanyagból van, hanem rozsdamentes acélból, és kurva jól néz ki. Jó, kibontjuk szépen a kis perforált zacsit. Itt található a perforáció. Ezt csodálatosan leszedjük róla. Kinyitjuk a tasakot. Eddig megvan mi. Egyszerű marha. Kurva jó illata van. Szépen belehelyezzük a shakerbe. Komolyan az illatával jól lehet lakni. Na és most jön nem soká a varázslat. Kb. 2 deci tejet vagy 2 deci vizet kell hozzáönteni. De nem ez a varázslatos része. A varázslatos része az, ráhelyezzük a fedelét, és 10 másodpercig rázzuk, mint azt a bizonyos szervünket. Kiszámolta, volt 10? Én meguntam. Jó. És ezt most kitöltöm egy szép műanyag pohárba, aminek az a lényege, hogy üvegből van, és látszik, hogy mi történik az üvegpohárban. Mert az elkészítése az ennyi volt, de most, hogy ezt a shake-et megcsináltam, várni kell pontosan 1 percet, és 1 perc után homogén lesz a cucc, és fogyasztható. Majd, tehát 1 perc alatt megcsinálod kb. A reggelidet, majd ha ezt megittad, utána bevágsz 2 deci vizet, és kb. Kész az egész, és kajakra, tényleg kajakra, déli, baszki, nem eszel semmit, mert eltelítés, minden szuper. De a varázslat része az még most következik, mert hogyha vársz még 4 percet, akkor ebből lesz egy kanalazható puding, amiben már csak egy kis banán kell, vagy mandarin, vagy alma, vagy bármi igazából a csokihoz mi megy. Bazd meg, még a gyulai korbász is. Úgyhogy most mindjárt ráállítom a kamerát, a timelapse-be, azt megnézzük, hogy mi történik. Na, kész a cucc. Tényleg puding állagú. Gyakorlatilag almával összeöntöttem, és ilyen puding állagú lett az egész, úgyhogy ezt most lehet így kanalazni. És nincs meg az átverés, hogy oké, elég vacsorára, de megiszod és kb. Véget ér. Így tartalmasabb egy almát felkockáztam, és így egy pudingként gyakorlatilag egy desszertet vacsorázok, amivel teljesen reggelig elleszek. Mindenkinek tudom ajánlani, mert tényleg nagyon finom és nagyon jó illata van. Van egy kedvenc ízem belőle, a mogyoróvajas. Fúcsözd meg, az... mint hogyha mogyoróban harapnál, tényleg, tehát nagyon finom. Egészség.